1973 óta elválaszthatatlan egymástól Gunaras és Dombovár. A népszerű fürdőhely ugyanis ekkor kezdett el kiépülni. Mai napig nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a városnak van egy üdülővezete. Ez az üdülőzebet nyilván városfejlődési rendelességeit ugyanúgy észrevette, mint ahogy a városban lakók is. Nyilván Gunarasnak voltak nagyon szép pillanatai, és voltak kevésbé szépek. Azt hiszem, hogy megint elérkezett a pillanat, és ezt nem az 50 évhez kötöm, amikor örömmel tapasztalom, hogy újból nyüzsög és tele van élettel Gunaras. Nyilván egy fürdő életében, és annak életútja is a vásárlók szokásai szerint kell, hogy alakuljon mindig. Nyilván ezeknek a trendeknek Gunaras megpróbált mindig megfelelni, és azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amelyek mentén eljutottak ma idáig, nagyon fontosak. Hiszen azon túlmenően, hogy egy fürdőhely volt, kialakult egy rehabilitációs központ is, folytatta a polgármester. Pintér Szilárd arról is beszélt, hogy a fürdő vezetése és a város viszonya nem volt mindig felhőtlen. Már azonban olyan jó viszony alakult ki, hogy a helyi vállalkozásokkal karöltve együtt ünneplik meg az elmúlt 50 évet. Május 19-én és 20-án jubileumi programmal várják az érdeklődőket, többek között rockmajálissal, foglalkozásokkal, árusokkal, előadásokkal, kiállításokkal és vetélkedőkkel. Úgy készülünk, hogy mindenki talál a programok között magának valót, és hát elsősorban azért a nosztalgia egyében, tehát főleg 70-es, 80-as évekre, ha itt a fotókra gondolunk, ha viszünk ki a könyvtárosokkal régi retro társas játékokat, olyan játékokat, amiket abban az időben játszottak. Tehát egy kicsit ilyen időutazásra hívjuk az érdeklődőket. A jubileum alkalmából lesz még egy különleges nyaraló szépségverseny is. Nem sokára egy ilyen felhívást fogunk minden postaládába bedobni. Itt részletesen le van írva, hogy hogyan lehet erre pályázni. Azt kértük, hogy maximum 5 fényképet juttassanak el különböző csatornákon hozzánk, vagy a Művelődési Ház e-mail címére, vagy hogyha valakinek könnyebb, akkor a portán borítékban leadni, illetve a Művelődési Ház Facebook messengerére esetleg átküldeni. Ez április 30-áig fog, vagy azt kérjük, hogy addig történjen meg. Ezután egy zsűri kiválogatja az általuk legszebbnek tartott 3 ingatlant, melyekre interneten lehet majd szavazni. Május 20-án egyébként az érdeklődők még betekintést nyerhetnek a Deák Attila kapospulai festőművész által szervezett táborba is egy nyílt nap keretein belül.